Rekord mennyiségű tanszer gyűjtött idén nyáron a Dorkás Szolgálat Alapítvány. A nagy bevásárló központok gyűjtőpontjai mellett a Teva gyógyszergyár és a Vitesco munkatársa is külön adománygyűjtést szerveztek. A jó szándékú adakozóknak és az önkéntesek munkájának köszönhetően már a héten elkezdődik 20 településen a tanszercsomagok kiosztása, amelyből a Dorkás Alapítvány 400 hátrányos helyzetű gyermeknek tud segíteni a tanévkezdésben. Köszöntöm a stúdióban Kis Ábel Lukácsot, a Dorkás Alapítványnak az igazgatóját. Szép jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét, örülök, hogy itt látok. Ugye a szolgálat életében ez nagy dolog, amikor egyszerűen oda mennek az emberekhez is, kérik őket, segítsenek, nem az alapítványnak, nem a szolgálatnak, hanem azoknak a gyerekeknek, akik önökön keresztül kapják meg ezt a segélyt. Hogyan érzékelték? Mi az oka annak, hogy most rekordmennyiségű adomány érkezett? Mi az oka, mi a változásnak az oka? De először is a tanszeradományoknál kezdeném, hogy az élelmiszer és a ruha mellett, ami megemlít Jézus Krisztus a Máté evangéliumában, hogy ezekkel segítsük a szegényeket. A mai korban nagyon fontos, hogy a tanszerrel is segítsük az előrelépésüket, hiszen a célunk nem az, hogy fenntartsuk a szegénységet, hanem megoldjuk. És ez kulcsfontosságú dolog, hogy a gyermekek olyan taneszközökhöz jussanak, amelyel hatékonyan tudnak dolgozni az iskolába. És én úgy gondolom, hogy a válasz a kérdésre az, hogy 6 éve elkezdtük, és most beérett a gyümölcs, és olyan sok szinten a városba hozzászoktak az emberek, hogy így is lehet segíteni, hogy folyamatosan telt kosarakat gyűjtöttünk be az elmúlt hetekbe, és mi is csak ámultunk és bámultunk. Közben 7 táborunk folyik, és családgondozás, idős gondozásban is jelen vagyunk. De elindítottunk egy kampányt az önkéntesek toborzására, ami szintén gyümölcsöző volt, és úgy látjuk, hogy sokan kapcsolódtak, és szerintem már kezdték megszokni azt, hogy igen, lehet jönni, és a július vége, augusztus eleje az az időszak, amikor ha nem is pénzzel, ruhával, vagy élelmiszerrel, tisztítószerrel, hanem tanszerrel hozzá lehet járulni a hátrányos helyzetű gyermekek iskola kezdéséhez. Általában milyen tanszerek voltak azok, amik oda vittek, amit szívesen megvettek pluszba az adományozók? Nagyon vegyes volt a tárháza az adományoknak, hiszen egy iskola kezdéshez is nagyon sokféle eszközre szükség van. És volt olyan egyetemista, aki egész cseki dolgokkal, pár hegyezővel, ceruzával járult hozzá, de fontos volt számunkra, hogy ők is tudjanak segíteni, és a szórólapon felsorolunk minden olyan fontos dolgot, egészen a tornacipőig, vagy a táskáig, ami egy nagyobb adomány, és lehet, hogy idősebbek, nem egyetemisták tudnak ilyen szintűt adományozni. De kisebb-nagyobb mértékben történtek az adományok, és mindig meggyönyörködteti a szívünket, illetve az önkénteseinkét, akik átveszik ezeket az adományokat, amikor egy-egy telekosarat odatolnak, és bizony tele van mindennel, amire egy gyermeknek szüksége van, és egy teljes csomagot kapunk, hiszen a listán végigment, és szépen mindenből bevásárolt. De ez a szép benne, hogy mindenki kapcsolódhat ehhez. Szerintem nincs olyan a társadalomban, aki nem tudna valamennyit adni, legyen egy 50 forintos hegyező, vagy egy 50 ezer forintos telekosár, és ezért nagyon örül a szívünk, hogy egy célcsoportunkban szereplő gyermeknek se kell azt mondani, hogy most nekik nem tudunk segíteni. Hát igen, mert hogyha egy telekosára telepakolnak, nagyon érdekes, hogy az árváltozásban adódóan 50-60-70 ezer forintról is beszélhetünk, és mi csak nem is arról van szó, hogy 10 gyermeknek az iskola kezdésénél kell ekkor összeggel jelen lenni, hanem egy-két gyermek esetében is már ekkora befektetésről van szó. Hány családhoz tudnak eljutni? Bizony, több mint 240 családnak segítünk rendszeresen, és folyamatosan bővül azoknak a családoknak a száma, illetve úgy mondom, hogy változik, hiszen ezeknek a programoknak, a szociális programjainknak a Dorkásznál az a célja, hogy kilépjenek a családok ebből a programból, és már ők is segítőké váljanak, és önállóság a cél, hogy önfenntartók legyenek. Változik a számuk, de valahogy mégis növekszik azoknak a családoknak és gyermekeknek a száma, akiknek segíteni tudunk. És 400 olyan gyermek él ezekben a családokban, akik iskolát kezdenek, iskoláskorúak. Közöttük vannak alsósok, felsősök, középiskolások és egyetemisták is, mindenkinek másra van szüksége. Megpróbáljuk úgy szortírozni, előkészíteni a csomagokat, hogy mindenki azt kapja, amire nekik szükségük van. És ahogy említette is, valóban az iskolakezdés egy komoly anyagi teher a családba,
és én úgy gondolom, hogy az a gyermek, aki felszerelés nélkül, vagy megfelelő felszerelés nélkül úgy be a padsorba lehet bármilyen motivált, vagy kész arra, hogy tanuljon, úgy fogja érezni, hogy ő kimarad és lemarad, de ez pedig nem a célunk, és nagyon örülünk neki, hogy egy ilyen összefogást bizonyított ismét Debrecen, és ennyi sok adománnyal tudunk, tényleg rekordmennyiségbe gyűlt segíteni a gyermekeknek, és minőségi tanszert tudunk nekik adni. És nem csak debreceni családokhoz jutnak ennek ezek az adományok, hanem, jól emlékszem, azt mondtam, hogy 20 településen. Így van. Hová jutnak ezek az adományok? Hajdú-Biharban van a legtöbb település, de Szabolcsban, más megyékben is vannak. Egy olyan 100 kilométeres körzetben segítünk. Ha a határ engedi, akkor Kárpátaljára, Erdélybe kicsit könnyebb a helyzetünk, Párciumba is küldünk. Tipikusan nem önkormányzatokkal, bár az is előfordul, hanem helyi gyülekezetek segítségével találjuk meg azokat a családokat, ahol ilyen gyermekek vannak, és a lelkipásztorok, gyülekezeti önkéntesek segítségével osztjuk ki a tanszeradományokat. Egy picit vissza az önkéntes fogalom, hogy megütötte a fülemet az első válaszában, hogy önkéntes programjuk van, aminek az a lényege, hogy önkénteseket szólítsanak meg. Mennyire vállalkoznak ma mondjuk a fiatalok, hogy önkéntes munkát végezzenek? Nulláról kellett szinte ismét kezdeni a Covid után, és felkészültünk rá, amikor be voltunk zárva, tulajdonképpen nem nagyon tudtunk kimozdulni, hogy egy olyan rendszert, jelentkezési rendszert alakítottunk ki a honlapunkon, mely egy interaktív online felület, ahol időpontot lehet kérni, és elbeszélgetünk, lehet jelentkezni, látják az aktuális feladatokat, hogy érezzék a társadalom minden rétege és része, hogy be lehet kapcsolódni önkéntességgel a Dorcasnak a munkájába. Mindenki számára van feladatunk, csapatba gondolkodunk, csapatot építünk, közösséget nyújtunk számukra, és pontosan ezt tapasztaltuk tulajdonképpen, mióta kinyitott az ország, és lehetőség van arra, hogy kimozduljunk, hogy a középiskolásoktól kezdve, tehát 14 éves kortól egészen a nyugdíjas korosztályig folyamatosan jelentkeznek a segíteni vágyók, amely mutatja azt is, hogy ők is tűkön ültek és várták ezeket a lehetőségeket, és nagyon örülünk ennek, hogy ebbe gondolkoztunk, hiszen önkéntességre alapuló szervezet vagyunk, szeretnénk, hogyha minden tevékenységünkben folyamatosan ott lennének az önkéntesek. Igen, ám mi van akkor, hogyha visszazár az ország, akkor hogyan tudnak segíteni? Újabb és újabb megoldásokat kell találni. Én úgy gondolom, hogy ha a lezárásról is beszélünk, akkor is egy ideiglenes korszakról lesz szó. Akár az online kapcsolattartás, lelki gondozás jutott az eszembe, de nagyon fontos az is, hogy a mi munkánk, az élelmiszer, ruha, szortírozás, osztás, raktározás nem zárul le, úgyhogy folyamatosan szükségünk van önkéntesekre, természetesen akkor a biztonságos körülmények között. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem gondolkodhatunk teljes lezárásban, az élet akkor is megy tovább, a rászorulók itt vannak közöttünk, segítenünk kell nekik. Na, vissza még egy kicsit a tanszerhez. A gyűjtés megállt, vagy pedig még folytatódik? 20-áig tart hivatalosan, hát nyilván akkor már nem annyira aktívan, én úgy gondolom 19-e estéig befolynak az adományok, a szortírozás és az osztás viszont folyamatos. Ez fontos számunkra, hogy iskolakezdés előtt megkapják a családok a tanszereket, hogy tudják, hogy mivel számoljanak, és szeptember 1-ével mindenki el tudja kezdeni az iskolát. És akkor lehet folytatni az élelmiszergyűjtést is, minden egyéb programot. Szeptemberben kékvödör akciónk lesz, élelmiszert fogunk gyűjteni, és így, ahogy mondja, tovább folytatjuk az akciónkat. Nagyon szépen köszönöm, elfogadta a meghívásunkat, sok erőt és áldást a szolgálathoz. Nagyon szépen köszönjük. Eddig tartott ma az esti közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.